Köszönöm szépen Zolinak ezt nagyon színvonalas bevezetőjét, és ha már átadta nekem a szót, akkor én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. És engedjék meg, hogy az elhangzottakat kiegészítsem néhány gondolattal. Nem lesz több másfél óránál ez a néhány gondolat. Amikor az embernek a saját könyvéről kell beszélni, akkor joggal tételezik azt föl, hogy könnyű dolga van, mert anélkül, hogy készülne a mondani valójára, kimerítően tud nyilatkozni olyan kérdésekről, hogy egyáltalán miért tartotta fontosnak, hogy megjelenjen a könyv, egyáltalán mikor fogalmazódott meg a könyv létrehozásának a gondolata, hogyan öltött az végső alakot, milyen válogatási szempontok alapján került a képanyag, illetve a hivatkozások és a példák a könyvbe, és így tovább. Na most a helyzet az, hogy én pontosan ezekre a kérdésekre nem nagyon tudok válaszolni. És az az igazság, hogy amikor befejeztem az írást, és kézbe vettem az elkészült kéziratot, akkor egy kicsit úgy éreztem magam, mint az a képzeletbeli kismama, aki úgy hordja ki a gyerekét, hogy nem is veszi észre, és aztán amikor megszületik, akkor rácsodálkozik, hogy hát te meg hogy kerültél ide. Szóval valahogy én is így voltam vele, megírtam, megszültem, és aztán rácsodálkoztam. Hogy miért, miért volt ez a csodálkozás, azon magamnak is el kellett gondolkodnom, és beletelt egy időbe, amíg rájöttem. Ugyanis írtam én már elég sok mindent. Elsősorban kisebb-nagyobb lélegzetű tanulmányokat, amelyeknek egy része meg is jelent, többek között itt a Dobogó című folyóiratban, a nagyobbik része az életfogytiglani rabságát tölti az íróasztalon fiókjába, aztán írtam egy könyvet Melchizedekről, ahogy már Zoli is említette, de ez most valahogy más volt. És rájöttem, hogy a különbség az abból adódik, hogy ennél a könyvnél kimaradt az a fázis, amikor az ember egyes gondolatain hosszan ül, kotlik rajta, mert nagyon érzi, hogy ezt most nagyon pontosan, nagyon választékosan, nagyon szépen kell megfogalmazni, hiszen ott motoszkál állandóan az emberek az agyába, a szó elszáll, írás megmarad alapigazsága, és ilyenkor a végeredmény igen gyakran távol esik az élőbeszédnek a közvetlenségétől, vesztelenségétől. Nos, a helyzet az, hogy ezt a könyvet, amikor elkezdtem írni, akkor tulajdonképpen ez a könyv már készen volt bennem, és legalábbis az első 80 oldalt, ez a könyvnek tulajdonképpen az első része, és a második, amit itt az Oli említett, ezek a bizonyos kérdések és az azokra adott válaszok. Szóval ez az első rész, ez úgy kibukott belőlem. Vagyis azért az igazság az, hogy hordtam én ezt magamba vagy 15 évig, aztán megszültem nagyjából másfél-két hónap alatt, és aztán rácsodálkoztam, és eszembe se jutott, hogy könyv legyen belőle. Valóban csak a legközvetlenebb családtagjaimnak és néhány közeli barátnak adtam oda a kéziratot, akik elolvasták, és utána rögtön elkezdték mondani, hogy ki kéne adni. De hát ez nem volt ilyen egyszerű, ugyanis legalábbis számomra nem volt egyszerű, mert annak a tudásnak, amelynek ez a könyv egyfajta lenyomata, az első számú forrása Papp Gábor. Tehát én úgy gondoltam, és erősítsenek benne, hogy jól gondoltam, hogy egyetlen egy ember van, aki azt mondhatja, hogy adjuk ki, ez pedig Papp Gábor. De nem ám úgy, hogy én oda megyek és elkezdenek kimondani, hogy te Gábor, nem kéne kiadni ezt könyvformájába. De hát a sors az úgy hozta, hogy a legközelebbi barátok névsorában az ő neve az első között szerepel, így ő is elolvasta a kéziratot, és utána rögtön fölhívott, és azt mondta, hogy ezt nagyon gyorsan közkincsé kell tenni. Hát innentől kezdve minden ment, mint a karikacsapás. Egy megbeszélés Gáborral, aminek alapján megtörténtek az utolsó simítások a kéziraton, és aztán Sárosi Zoltán rekordgyorsaságú munkája. Természetesen azért a könyvnek voltak előzményei, és ezek az előzmények úgy nagyjából két évtizedre nyúlnak vissza, egészen odáig, amikor valami átkattant bennem. És ennek a kattanásnak akkora hangja volt, hogy nem csak az évre, hónapra és napra, de az órára és a percre is pontosan emlékszem, hogy mikor történt. Ez volt az a pillanat, amikor szépen kifejezve elindultam a hazatalálás útján, és elkezdtem a saját műveltségemmel foglalkozni. És ezzel tulajdonképpen kezdetét vette
egy soha véget nem érő tanulási folyamat, ami ugyanakkor egyetlen porcikájában sem hasonlított mondjuk az egyetemi tanulmányaimhoz. Ott ugyanis az ember, és most innentől kezdve szigorúan csak magamról beszélhetek, hát elment az érdekesebbnek ígérkező előadásokra, részt vett a kötelező szemináriumokon, aztán évente kétszer felkészült a vizsgaidőszakra, és közben folyamatosan dohogott, hogy minek kell neki ennyi fölösleges ostoba dologgal foglalkoznia. Ez most egészen más volt. Ugyanis amikor az ember a saját műveltségével foglalkozik, akkor egyszer csak megérzi azt, hogy tulajdonképpen ott van benne minden. Ott van benne minden, csak engednie kell, hogy a dolgok a felszínre jöjjenek. És akkor az ember személyesen éli át azt, amit József Attila senkihez sem hasonlítható tökéletességgel fogalmazott meg a Dunánál című versében. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, és kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell, és ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat, enyém a múlt, és övék a jelen, verset írunk, ők fogják ceruzámat, és én érzem őket, és emlékezem. De ez csodálatos, és pontosan erről van szó. Amikor az ember a saját műveltségével találkozik, akkor emlékezik tulajdonképpen. Nem, ez nem egy tanulási folyamat valójában, hanem emlékeknek az elképesztő feltolulása, és csak az embernek hagyni kell, hogy ezek az emlékek jöjjenek, és ezek valóban jönnek is. Hadd mondjak el ezzel kapcsolatban egy nagyon tanulságos történetet. A feleségem egyik barátnője és az ő férje soha nem jártak komoly zenei hangversenyre. Ugyanakkor azt tudták, hogy mi rendszeres látogatói vagyunk a koncerttermeknek, és egyszer ez a barátnő azt mondta a feleségemnek, hogy amikor legközelebb megyünk, akkor vigyük őket is magunkkal, szeretnének ők is eljönni egy hangversenyre. Hát rögtön tudtuk, hogy most rajtunk a világ szeme, mert innentől kezdve nagyban tőlünk függ, hogy ez a házaspár meg fogja szeretni a klasszikus zenét, vagy pedig elmondhatják majd magukról, hogy kétszer voltunk a Zeneakadémián, először és utoljára. Tehát mindenképpen valami olyan programot kell kiválasztanunk, ahol nagyon népszerű, nagyon fülbemászó, és ugyanakkor nagyon értékes zenék hangzanak el, mondjuk Csajkovszki bémol zongora versenye, Dvorzsák Újvilág szimfóniája, vagy valami hasonló. Hát persze semmi se úgy történik, hogy az ember eltervezi, ez sem. Mert ez a barátnő valahogy kiszagolta, hogy mi azon a hétvégén megint megyünk koncertre, na de hát ha valamit, akkor ezt el akartuk titkolni, és persze, hogy rögtön bejelentkezett, hogy na akkor most jönnének velünk. Ugyanis ez a hangverseny egy szóló hegedűs koncert volt. És képzeljék el, keresve se lehet ennél nehezebbet kitalálni, amikor 2,5 órán keresztül egy szál hegedűs áll a pódiumon és játszik. A program ráadásul az első félidőben Bach szóló szonáták és partiták, második félidőben pedig Bartóknak a talán a legnehezebben befogadható, ugyanakkor csodálatos, monumentális műve, a szóló hegedűre írt szonátája volt. Nem mondhattuk nekik, hogy hát ne haragudjatok, ez nem nektek való, majd valami mást, úgyhogy elkönyveltük, hogy akkor a kettes számú verzió lesz a befutó, tehát először és utoljára. Na, elkezdődött a hangverseny, egymás mellett ültünk, én néha rájuk néztem, míg a Bach művek szóltak, és pontosan azt láttam, amire számítottam. Szenvedtek. Szenvedtek, mint a kutya, és már csak az volt a kérdés, hogy milyen indokkal fognak a szünetbe hazamenni. De udvarias emberek, és nem mentek el, és aztán megkezdődött a második félidő, a Bartók mű. Hát egy darabig nem mertem oda nézni. Aztán lopva rájuk pillantottam, és döbbenten láttam, hogy mind a kettőknek könnyes a szeme. És amikor vége volt a hangversenynek, akkor azt kérték, hogy még ne menjünk haza, sétáljunk egy kicsit, nekik még föl kell dolgozniuk ezt a katartikus élményt. Na most mi történhetett? Hát ugye Bartók minden művében a tiszta forráshoz, a népzenéhez járult. És feltehetőleg ez az ősi magyar zene volt az, ami olyan emlékeket ébresztett bennük, amiket nyilván Bach zenéje nem tudott fölidézni. No, visszatérve magamhoz, minden szívtam magamba, amit csak lehetett, elsősorban Pap Gábornak a könyvei és az előadásai segítségével. És aztán rájöttem arra, hogy akkor tudom a legjobban befogadni
azt a mérhetetlen kincset, azt a hatalmas, óriási hagyományt, amit ránk örökítettek az eleink, hogyha a műveltségünknek minden ágával egy ideileg kezdek ismerkedni. És tényleg, mert miért? Azért, mert akkor egymást magyarázzák, egymást erősítik. Úgyhogy valóban ez történt. Őstörténet, ősvallás, történelem, nyelv, népművészet, magasművészet, irodalom, képzőművészet, minden, zene, minden egyszerre. És aztán például a népzenénél azt is arra is rájöttem, hogy akkor tudok még közelebb jutni a gyökerekhez, hogyha jó magam is legalább egy népi hangszeren játszom, legalább úgy, ahogy. Úgyhogy vettem egy hatlukú pásztorfúriát, miért? Mert az elfér a ruha ujjában is. És teljesen autodidakta módon, bár Hintalan László barátom többször felajánlott, hogy menjek furia táborba, de én nem ez az alkat vagyok, szóval autodidakta módon megtanultam furiázni úgy, ahogy. És akkor szép lassan kialakult egy elsősorban dunántúli és erdélyi népdalokból álló repertoárom, és akkor úgy gondoltam, hogy na most itt az idő, hogy leteszteljem magamat. Körülnéztem, és a legautentikusabb kritikusnak Suba, a komondorunk bizonyult, mert gondoltam, hogy hát ha valaki, akkor ő pontosan tudja, hogy milyen egy szívhez szóló pásztor ének. Na most köztudott, hogy a komondor nem egy izgága állat, tehát hogyha nincs helyzet, akkor egész nap heverészik. Most is ott volt a gesztenyefa alatt, én leültem mellé, és elkezdtem játszani. Ő rám nézett, felállt, és elment a kert legtávolabbi sarkába. És csak rontotta a kedvemet az, hogy közben észrevettem, hogy a szomszéd két menhelyi kutyája viszont ott ül a kerítésnél, és áhítattal hallgatja a játékot. Na, szóval én tanultam, ismerkedtem, engedtem, hogy az élmények és az emlékek jöjjenek föl, és aztán jöttek a nehézségek, mert rájöttem arra, hogy például Papp Gábornak a könyveit, előadásait akkor tudom csak mélységükben befogadni, hogyha készségszinten ismerem ezt a bizonyos asztrálmítoszt, vagy csillagmítoszti keretrendszert, amiről Zoli barátunk is oly szépen értekezett, úgyhogy eldöntöttem, hogy egyszer és mindenkorra kihúzom ennek az asztrálmítoszti keretrendszernek a méregfogát, és az egészet bevágom, elejétől végig. Úgyhogy táblázatokat készítettem, kinyomtattam őket két példányba, egyik az éjjeli szekrényen, másik az autónak a napellenzője mögött, és amikor csak egy percem is volt, vagy egy fél percem, én magoltam. Bevágtam, tényleg bevágtam az egészet, egyszer, kétszer, tízszer, húszszor, elfelejtettem egyszer, kétszer, tízszer, húszszor. Ugyanis nagyon nehéz valamit úgy rögzíteni, ha nincs mihez kapcsolnunk az adott ismeretet. Nem tudom, hogy a jelenlévők közül hányan vettek részt agykontroll tanfolyamon. Most az agykontrollnál van egy olyan technika, aminek az a lényege, hogy az ember létrehoz egy sorszámozott, fiókokból álló ilyen kartoték rendszert, egytől akárhányig, én magamnak egytől 50-ig számozott fiókjaim voltak, és ezekbe elhelyezi a saját szavait. Az, hogy milyen szó kerüljön az 1-es, 2-es, 3-as, stb. Fiókokba, ez nem véletlenszerű, mert ennek is van egy technikája, hogy hogyan válaszza ki az ember az adott szót ahhoz, hogy nagyon gyorsan tudja rögzíteni, és bármelyik pillanatban akármelyik fióknak a tartalmát elő tudja venni. És utána jön a nagy csoda, mert nekem ez összesen 40 percembe telt. Tehát ez nagyon könnyű, viszont hihetetlenül látványos, és az ember el tudja kápráztatni a társaságot. Tehát annyira lehet ezzel villogni, hogy csoda. Érdemes, ha valakit érdekel, engem már nem érdekel a villogás, de akkor nagyon érdekelt. És akkor például a társaságban azt mondja az ember, játszunk olyat, hogy valaki összeír 1-től 50-ig sorszámozott fogalmakat, szavakat, utána adja oda a többieknek a papírt, mit tudom, 2-3 percig tanulmányozzák, és utána vegye el tőlük, és kérdezze vissza, hogy hányat tudtak belőle megjegyezni. Na most az átlag ember, a beavatatlan, aki pontosan ugyanolyan értelmes, mint a beavatott, csak nem ismeri a technikát, ő természetesen az elsőtől kezdve próbálja memorizálni, és általában negyedik, ötödiknél, nagyon jó esetben hatodik, hetediknél megbicsaklik a memória. Ellentétben a beavatottal, aki nem csak, hogy mind az 50-et tudja, de tetszőleges sorrendben visszamegy. Ez már nagyon nagy csodának tűnik, persze miközben teljesen mindegy, hogy melyiket kérdezik vissza, ugyanis nem a memorizálandó szavakat jegyezzük meg, hanem amikor azt mondják, hogy ez az első szó, akkor én kiveszem a saját első szavamat, és azzal, valamint a megjegyzendővel egy asszociációt képezek. Valami kis képet alkotok, egy jelenetet képzelek el, és ugyanígy az összes többivel, és amikor visszakérdezik, akkor az első szónál az első fiókból, a 49-ből, a 49-ből veszem elő a saját szavamat, abban a pillanatban beugrik az a kép, amit alkottam, és már is tudom, hogy mit kellett volna memorizálnom. Mondok egy példát, nekem az egyes számú fiókban az volt, hogy tea,
nem véletlenül, de erre most ne térjünk ki, és tegyük fel, most az egyszerűség kedvére, az első memorizálandó szó az, hogy show. Akkor nyilván egy olyan képet, egy olyan jelenetet képzelek el, hogy először vagyok valahol a vendégségben, háziasszony teával kínál, de véletlenül cukor helyett sót tesz a teámba, és én összeszorított fogakkal mondom, hogy nagyon finom, és legyűröm az egészet. És amikor kérdezik, hogy na mi volt az első szó, fogalmam sincs, de előveszem a teát, abban a pillanatban ez a kép beugrik, és már is tudom, hogy só. Most ezt az egészet csak azért mondtam el, mert valami hasonló a helyzet ezzel az asztrálmítoszi keretrendszerrel is. Ha csak meg akarom tanulni az egyes tételeket, nem fog sikerülni. Persze van olyan, én is ismerek olyat, irigyeltem is, egyetemi csoporttársam volt, aki az első elemista tanulmányért is ugyanúgy emlékezett, mint minden másra, de azért ez sokkal ritkább, mint az átlag ember. Tehát nagyon nehéz, ha nem tudom valamihez kötni, ha csak meg akarom tanulni, el is fogom felejteni, de hogyha mindegyik tétel mellé oda teszek egy népművészeti, vagy a magas művészetből származó irodalmi, vagy képzőművészeti, vagy az élet bármely területéről vett példát, akkor már sokkal, de sokkal könnyebb lesz a adott tételnek a rögzítése. Most ezzel kapcsolatban hadd mondjak most már egy példát. Mondjuk vegyük a fel és a leszálló holdcsomópontot. Ezt gondolom mindenki számára ismerős, hogy ez mit jelent. Csillagászati fogalomról van szó. A könyvben ez részletesen tárgyalásra kerül, képekkel, mindennel, de talán nem úgy, ahogy most szeretném elmondani, az elhangzottaknak az alátámasztására, hogy mit jelent az, hogy én minden egyes tételhez mellékelek egy példát. Ugye a felszálló, leszálló holdcsomópont, ez a csillagászati elnevezése. Ez tulajdonképpen az a virtuális pont, amikor a hold a nap körüli kering, vagy a föld körüli keringése során metszi a földnek a nap körüli keringési pálya síkját, és azért olyan fontos, mert csak csomópontban jöhet létre nap, illetve holdfogyatkozás. Hogyha a metszés után az északi pólus felé, a föld északi pólusa felé folytatja az útját, akkor felszálló, ha a déli felé, akkor leszálló holdcsomópontról beszélünk. Na most ez a csillagászati megnevezése. Indiában Rahunak és Ketunak hívják, és a magyar népi műveltségben pedig sárkányfejnek és sárkányfaroknak. Könnyű megjelenni, mert fent van a sárkányfeje, lent van a farka, tehát felszálló az a sárkányfej, leszálló a sárkányfarok. Na most, amikor elkezdünk foglalkozni a hét bolygórendszerrel, akkor ez a kettő virtuális bolygóminőség az, és csak ez a kettő, amivel a hét bolygórendszer kilencességi alakul, bővülhet ki. És akkor meg kell tanulni a hét bolygórendszernek az otthonait, hogy hol vannak otthon vagy uralomba, hol vannak erőben, hol vannak erővesztésben, és igaz ez erre a két virtuális pontra is. Őnekik szerencsére otthonuk nincs, de az erőben léti, meg az erővesztési helyeiket számon tartja az egyetemes hagyomány. Na most ezt így az egészet bevágni nagyon nehéz, ám de, hogyha találkozom egy olyan népmesével, és ilyenből bőven van, ahol mondjuk megy a mesehős, egyszer csak megpillant két párhuzamos, függőleges tornyot, két torony között van egy nagy kapu, ezen a kapun neki minden áron át kell jutnia, igen ám, de ezt a kaput egy sárkány őrzi, és a sárkány rettenetes láng csóvákat bocsát ki a torkából. Na most, mit tudunk rögtön mondani? Két párhuzamos, függőleges, egyenes, hol vagyunk az évkörbe, ikrekbe. Ez eddig nagyon, nagyon egyszerű. És mit mondhatunk annak a rettenetes sárkánynak a fejéről, amelyik tüzet okált? Az, hogy erőben van. Mert hogy a sárkány fej, illetve a felszálló holdcsomópont az ikrekben van, erőben. Nem is próbálja a mesehős levágni a fejét, mögé kerül, farkát vágja le, így fogja hatástalanítani, mert hogy ugyanitt a sárkányfarokra leszálló csomót erővesztésben van. És ez fordítva is igaz, a sárkányfarok az ikrekkel szembeni nyilasban van erőben, és a sárkányfej pedig ott van erővesztésben, úgyhogy rögtön meg tudjuk válaszolni azt a kérdést is, hogy hol lehet levágni a sárkány fejét, hát ott, ahol erővesztésben van, vagyis a nyilasban. Hát valahogy ezt a logikát, ezt a didaktikai módszert követi a könyv, hogy minden mellé oda tesz egy példát, és itt kicsit fordított a helyzet, mint amit mindannyian megszoktunk. Eljövünk egy előadásra, ahol az előadó egy művet, legyen az egy irodalmi vagy egy képzőművészeti alkotás, elemez a csillagmítoszi keretrendszer segítségével. Itt most fordított a helyzet.
mi most a csillagmítoszi keretrendszerrel próbálunk ismerkedni, és irodalmi, képzőművészeti, magasművészeti, népművészeti példákat teszünk oda, hogy jobban megvilágítsuk az adott tételt. Ahogy mondtam már, az első 80 oldala a könyvnek az úgy kibukott belőlem. Ennél a résznél egyáltalán nem használtam semmiféle segédeszközt, forrást, hanem csak a egyenes idézeteket írtam utólag be a kijelölt helyekre, és aztán lezártam a kéziratot az ajánlott irodalommal, és mint aki jól végezte dolgát, azt mondta, hogy készen vagyunk. Az utolsó, a 12. fejezet, ezt most Zolinak is mondom, sajnos itt találtam egy sajtóhibát, illetve nem sajtóhibát, ez az én hibám, mert a kéziratban is így szerepel, sajnos a 12. fejezet cím előtt 7-es szám szerepel, tehát ez legyen a legnagyobb baj, egyéb hibát nem találtam a könyvben. Legalább lesz ok arra, hogy még egyszer kiadjuk, majd legyen egy új kiadás. Szóval, lezártam a könyvet, és az utolsó fejezetnek az a címe, ez a 12. fejezet, hogy 1001 megválaszolatlan kérdés. Na most ez az, amiről a Zoli is beszélt, hogy akartam még egy utolsó lökést adni annak a kedves olvasónak, aki egyáltalán elkezdi olvasni a könyvet, és aztán el is jut a végéig, hát jelen esetben mondjuk valahol a 80. oldal környékéig, hogy folytassa az olvasást az ajánlott irodalomban felsorolt könyvekkel. És ugye ez a címválasztás is, hogy 1001 megválaszolatlan kérdés, jelzi, hogy itt a Scheherezádé történet adta az ötletet. Ugye Dióhéjban ez arról szól, hogy Sáhriár szultán megcsalja a felesége, és ezért iszonyatos bosszút esküszik, minden nap feleségül vesz egy hajadon, és a nász éjszaka után kivégezteti. A nagyvezíre, akinek prezentálnia kell naponta a hajadonokat, egyre nagyobb bajban van, mert lassan elfogynak a szűzek a birodalomból, már egy sincs, és akkor a nagyvezír lánya Scheherezádé ajánlkozik menyasszonynak. Igen, ám de a nász éjszakán elmond egy történetet a szultánnak, de nem fejezi be, és ezzel akadályozza meg, mert kíváncsi a szultán, hogy mi lesz a vége, ezzel akadályozza meg, hogy őt kivégezze, másnap befejezi, de elkezd megint egyet, de azt is csak a feléig mondja el, és ez így megy 1001 éjszakán keresztül, a végén persze eszeágában sincs a feleségét kivégeztetni a szultánnak. Na, én úgy gondoltam, hogy én most nem meséket fogok mondani, hanem kérdéseket teszek föl, teljesen ötletszerűen. Ez, ahogy eszembe jutott egy-két kérdés, úgy írtam le, és azt mondtam, hogy itt vannak a kérdések, nem válaszolom őket meg, mert ezekre a kérdésekre a válaszokat megtalálja a kedves olvasó az ajánlott irodalomban felsorolt könyvekbe. És akkor tényleg befejeztem. És akkor odaadtam a feleségem, ő volt az első olvasó, a kéziratot, ő elolvasta, megdicsért, és azt mondta, hogy ez így nem jó. És mondtam, hogy miért nem jó? Azt mondta, azért, mert nem várhatod el senkitől sem, hogy megvásároljon, fölkutasson, megvegyen 25-30 könyvet, csak azért, hogy a te kérdéseidre esetleg megtalálja bennük a választ. És akkor rájöttem, hogy igaza van, és ezért született meg a második része a könyvnek, aminek az a címe, hogy a kérdésekre adott válaszok, amelyek részletes kifejtése az ajánlott irodalomban szereplő könyvekben található. És persze tudtam azt, hogy ezzel kockáztatom, hogy lesz olyan olvasó, aki ennyivel meg is elégszik, ugyanakkor erősen reménykedtem abban, a saját magámtól idézek, hogy az olvasók többsége úgy fogja gondolni, hogy ahol ennyi aranyrög van a felszínen, ott érdemes alaposabban is nekilátni az aranyását.